Elrendelték a vörös kódot. A június 19-én szerdán kiadott vörös kód kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. A vörös kód akkor lép életbe, ha mínusz 10 fok alatt vagy plusz 27 fok fölött van a napi középhőmérséklet. A Pécsi Támasz Alapítvány szakmai vezetője beszélt az ilyenkor esedékes feladataikról. Pontos tájékoztatni arról őket, hogy hol lehet légkondicionált helyiségeket találni a városban, hova tudnak behúzódni a meleg elől. Ugye nyáron szerencsés az a helyzet, hogy árnyékos helyeket lehet találni parkokban, tehát akinek erre megvan az affinitása, aki a közterületen él életvitelszerűen, azok közül nagyon sokan ezt meg tudják tenni. Mi arra figyelünk, amikor kimennek az utcás kollégáink, hogy aki napon van, a tűzőnapon, annak mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy húzódjon árnyékos helyre, és hogyha nem fogyaszt kellő mennyiségű folyadékot, akkor ez azért veszélyeztető lehet, kiszáradáshoz vezethet, ezért a kollégáim az utcán ilyenkor vizet szoktak osztani azoknak az ellátottaknak, akiknél nincsen folyadék. Ha a hajléktalanok mégis bemennek a menedékhelyre, akkor ott megfelelő ellátást kapnak. A befogadott személy krízisellátásba részesül, azaz a testi épség megóvásához és pihenéshez szükséges feltételeket biztosítják számukra, illetve a kiszáradást megelőzve folyadékot biztosítanak a kód visszavonásáig. Kifejezetten azért, hogy behúzódjanak a meleg elől, ez nem annyira jellemző. Ugye azt tudni kell, hogy itt a nappali melegedőnkben lehet fürödni, moshatni, tehát ezeket a tevékenységeket az év minden időszakában nyújtjuk. Ez ilyenkor szerintem életmentő is tud lenni, hogy bejön az ember, lezuhanyzik, és azért fel tud frissülni. És ebben azért látom, hogy a klienseknek van erre igénye. A beteg, elesett állapotban lévő kliensekre különös odafigyelést tanúsítanak a Támasz Alapítvány munkatársai. Ez a nyári hőség, ez mindenki számára óriási terheket ró, és főleg azoknak az embereknek, akik nálunk fizikailag meg rosszabb egészségi állapotban vannak, azok számára még veszélyesebb. Akik például bent vannak nálunk a beteg szobáinkon, vagy az ápoló otthonunkban, ahol idős beteg hajléktalanokat ápolunk, ott például ilyenkor nagyon figyelünk arra, hogy ne üljenek ki a napra, inkább maradjanak bent a szobában, ahol azért jobb hőmérséklet van, és inkább délután, esti órákban adunk lehetőséget arra, hogy kint tartózkodjanak. A vörös kód eljárásrend a szociális intézményekre vonatkozó intézkedéseken túl figyelmeztetést jelent a társadalom számára is. Ha valaki az utcán bajba jutott hajléktalan embert lát, jelezze azt a regionális diszpécser szolgálaton keresztül. A péntek 20 óráig tartó speciális eljárásrend fokozatosan lép életbe, Baranyára csütörtöktől érvényes.